Egy edzőtábor remek alkalom arra, hogy egy csapat a lehető legjobban felkészüljön az előtt álló kihívásokra, de egyénileg is fontos célokat lehet kitűzni. Magyar válogatott védőnk Otikba Kenet közel másfél év kihagyás után a visszatérés küszöbén áll, de idáig hosszú út vezetett. Megesik az, hogy olyan dolgok történnek a játékossal, ami igazából nem egy tervezet, ugye nem ilyen dolgot tervez a játékos, de ilyen sok sérülést megélni és fejben ezeket kezelni, ez még úgymond rutinosabbá teszi az embert, és még úgymond jobban átértékeli a dolgokat. Hát ilyen szempontból rengeteget fejlődtem, de most már reméljük, hogy ennek az időszaknak vége is, és másba tudok úgymond fejlődni és tapasztalatot szerezni. A baj egy 2018 végi Molfehérvár elleni mérkőzésen jött. Eltört a lábam, 20 percet még úgy játszottam, hogy el volt törve, de végigjátszottam a meccset. Éreztem, hogy valami nincs rendben, és ugye, hogy ott fáj. Ugye annyira még nem fájt akkor, mert ugye adrenalin a meccs közben, az még annyira nem fáj az embernek, de éreztem, hogy ez valószínűleg, hogy ez újra elrecsent. Úgy voltam vele, hogy végig akarom játszani a meccset, szóval megpróbáltam, az sikerült. Bár nem volt megpróbáltatásoktól mentes az az időszak, amikor Otikba a pályaszélére kényszerült, játékosunk próbált végig pozitív maradni, és csak a visszatérés lebegett a szem előtt. Abban biztos vagyok, hogy ez nagyon megerősített ez az időszak, és hát olyan érzésem van, hogy most már bármi jöhet, szóval nem nagyon tartok úgymond a dolgoktól, mert megtapasztaltam azt, amit talán egy focista legrosszabb álma, ugye a rémálma. Tudtam igazából az egész időszakban tudtam, hogy ennek egyszer úgyis vége lesz, nincs miért aggódni, és ez eltelt az időszak, edzettem keményen, fejbe próbáltam mindig pozitív lenni. Igazából amikor megsérültem, pár napig úgymond rossz volt, de tudtam, hogy igazából nincs más, hogy mondják ezt, nincs más hátra, mint előre. Családom az mindig támogatott, ugye, de úgy vettem észre, hogy igazából ilyenkor az embernek saját magába kell megtalálni azt az erőt, vagy azt a kitartást, hogy ezeken átmenjen, mert hát például, hogyha elmondom az ilyeneket az édesanyámnak, akkor sokkal rosszabban kezeli a szituációt, szóval azt meg kell tanulni, hogy úgy kell tálalni már az embereknek az ilyen dolgokat. A 27 esztendős védősérülése miatt sokáig nem segíthette társait, de így is meghatározó emlék lett neki a 30. bajnoki cím és az Európa Liga szereplés is. Szerettem volna játszani, nem volt, lehetett volna jobb is, azt mondom, hogy mint érzésre, hogyha ott vagyok a csapattal a pályán, és ugye együtt edzünk, együtt harcolunk az eredményért, ugye rengeteg mindent elértek a többiek. Jó lett volna ugye köztük lenni, de ugye mindenkinek megvan a külön kis útja ahhoz, hogy hát ugye az életben, hogy amit el kell érnie, vagy amit meg kell tapasztalni, az úgy is megfogja. Az igazi fordulópontra 2019 novemberéig kellett várni, amikor Otikba elkezdhette a teljes értékű edzésmunkát csapattársaival, így pedig végre Szergej Rebrovnak is megmutathatta, hogy a kezdőcsapatba vágyik. Fejembe ezek a dolgokat már többször így átéltem, vagy ugye készültem rá, szóval amikor edzhettem, szóval az ember mindig előre néz, és a jelent nézi, hogy tudná azt így kimaxolni, azt a helyzetet. Szóval, ha van egy edzés, akkor már egyből úgy álltam hozzá, hogy a régi formámat hozni kell, vagy még jobbat is, és igazából nem sokat agyaltam ezeken a dolgokon, úgy voltam vele, hogy minél gyorsabban edzünk, és minél gyorsabban csináljam meg a dolgaimat, hogy újra ott legyek, hogy az edző, ha már úgy néz rám, hogy használható vagyok, akkor már rengeteg mindent úgymond bepótoltam és elértem, mert ugye sérülés miatt ez másfél évig nagyon nem volt opció. Azt szerintem minden edzőnek nehéz, minden csapatban nehéz úgymond mindenkit így éberen tartani, frissen tartani, olyan szinten, hogy mindenki a maximumot akarja magából kihozni. De ez nálunk megvan. Szerintem ez a következő fél év, ez még úgymond keményebb lesz és kiélezettebb lesz, mert ugye kevesebb tornán indulunk, ugye csak a bajnokság van, az nem olyan sok meccs, és több a játékos, szóval
lesz harc azért, hogy kikerüljön be a kezdőbe, de szerintem ez természetes, és ez így jó. Játékosunk tehát maga mögött hagyhatja nehéz időszakát, és minden esély megvan arra, hogy a bajnokság tavaszi folytatásában újra pályára léphessen. Minden nap, mikor föl kell az ember, nem is fociról van szó, hanem sima életről, ugye mindenki úgymond a maximumra törekszik, mindenki próbál jobb lenni abban, amit csinál. Szóval ez úgy érhető el, hogy nyugodt az ember, próbálja a kis dolgokban meglátni a pozitív dolgokat, azokat, amiket úgymond őt előre viszi, és ami neki fontos, szóval mindenki a saját szakmájában tudja, hogy mi az, ami neki fontos lehet, és azokból tanulni kell. Hogyha így tud valaki minden nap fölkelni, akkor szerintem a határ az a csillagoség.